Mondom, megy. Sziasztok, Elzsi vagyok újra, és mivel csodálatos időnk van ma, és kint vagyok itt a természetben, arra gondoltam, hogy megosztok újra egy gyakorlatot veletek, ami nagyon egyszerű, minden nap csak pár percet vesz igénybe tőled, viszont létfontosságú olyan szempontból, hogy főleg azok, akik sokat ülnek, egyáltalán nem mozog az energia bennük, és ez egy csomó, főként emésztéssel kapcsolatos problémákhoz, betegségekhez vezet. A gyakorlat pedig nagyon egyszerű, megmutatom, aztán egy kicsit még magyarázok is hozzá, amíg ti még csináljátok. Tehát, így állok, szépen, lazán, és hosszú belégzéssel kilépek, tehát belégzés, jól belélegzel, és kilégzéssel visszalépsz, és így le, kilégzés, és hangot adva a szádon is kifújhatod, az annál jobb talán, tehát belégzés, és kilégzés, ez kettő volt, három, négy, 5 6 7 8 9 Ennyire egyszerű a gyakorlat. Most magyarázni fogok, egy pár légzés után pedig te újra kezded. Az a legjobb, hogyha 4-szer megcsinálod ezt a 9-et, 9x4, 36, ez bizonyos körökben mágikus számnak is számít, és nagyon szépen fog hatni a szervezetedre. Azt tartják a nagy csikung mesterek, keleten, hogy legtöbb modern embernek az a problémája, hogy rengeteget ül, és így van két úgynevezett kapu, ők így hívják, egyik itt lent, itt a keresztcsont tájéken, keresztcsont, a másik pedig itt. És e kettő között nem megy az áramlás, ugye itt azt mondják, hogy amikor leülsz, ezt a kaput bezárod, és innentől kezdve az energia nem tud felfele áramolni, ezért van az, hogy nagyon sokan a kávéhoz nyúlnak, és teljesen kimerítik az energiájukat, a belső erőjüket. És ezért van az, hogy legyengülsz, lebetegedsz, fáradt vagy, aztán depressziós, meg minden. Jó? Na, akkor nézzük még egyszer. Velem megcsináltad most már körülbelül a második 9-est. Most megcsináljuk a harmadikat, és a negyediknél majd, azt majd, amikor újra és újra csinálod, nyilván meg tudod állítani a videót, akkor majd megcsinálod, de mutatom utána, hogy mi a következő gyakorlat, amit csináljál, mert még ez a fele. Jó, tehát kezdjük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jó, megvagyunk akkor most a harmadik 9-essel. Mégis úgy döntöttem, hogy csináld meg a negyediket is, és közben még egy-két nagyon fontos dolgot elmondok. Tehát pár ilyen úgymond könnyítő légzés után kérlek, kezd el újra. Ugye az egyik fő méregtelenítő szervünk a tüdőnk. Ez a gyakorlat pont erre hat, hogy igenis a szervezetből kezd el a méreganyagokat kilélegezni. Mert ha ugye felgyűlik bent, akkor az nagyon sok problémát okoz. Lehet, hogy már csak ettől, hogy ennyit csináltál, elkezdesz böfögni. Akár hány ingered is lehet. Ne jegyd meg, ez azt jelenti csupán, hogy rengeteg negatív érzelem felgyűlt benned, és folyamatosan lenyomtad. Tehát lenyelted, lenyomtad, úgymond nem foglalkoztál vele ezért, vagy azért, vagy amazért, de az ott bent, mérges gázként felfúj, feltölt, és rombol. Úgyhogy nagyon jó. Elkezdesz böfögni, örülj neki. Nagyon jó. Hagyjad, hadd böfögjék ki mindent, és pár nap után meglepve tapasztalod, hogyha ilyen felfúvós voltál, tehát valamelyik étel felfújt, vagy hirtelen felfúvoltál,
így eltűnik, mint hogyha soha nem lett volna. Jobb lesz az emésztésed, jobban érzed magad, a közérzeted is abszolút mértékben javul. Jó? Tehát körülbelül itt tartunk, hogy megcsináltad negyedszerre a 9-et, és akkor most megmutatom, hogy mi utána a gyakorlat. De természetesen, hogyha így állva nem tudod valamit csinálni, mert nagyon gyenge vagy, ugyanígy meg tudják azok is csinálni, akik betegek, súlyos betegek, egy széken ülve. Tehát nyilván megpróbálom itt most bemutatni, mondjuk így egy széken ülök, nyilván alacsonyabban vagyok, de ülök a széken, és akkor ezt csinálom. Belégzés, kilégzés, belégzés, kilégzés, belégzés, kilégzés. Jó? Tehát abszolút széken ülve is meg lehet ezt csinálni. És akkor utána mi jön az, hogy egyik kezed rárakod ide, ugye a keresztcsont, amiről beszéltem, a másikat meg ide, ez a másik kapu, amiről beszéltem, és légzés lesz, tehát belégzéssel innen lentről úgymond felhúzod az energiát ide, ebbe a kapuba, tehát belégzés, és kilégzéssel visszaengeded, és megcsinálod 9x2-t. Jó, megvan 9-en, ezzel úgymond elindítod az összeköttetést, hogy az energia felfele is áramoljon, az agyad is oxigént kapjon, úgymond. Megcsinálhatod ezt a gyakorlatot úgy, hogy csinálsz 9-et, ugye ebből a légzésből, utána 9-et ebből, és így 9-9. Nézd meg, hogy neked melyik az, ami a legjobban beválik. Minden esetre ez egy eszméletlenül jó gyakorlat. Mentek Csia, az egyik híres csikung mester, azt mondta, hogy ha az emberek csak ezt csinálnák minden nap, akkor nem a kórházban, az ágyban lennének, hanem pár nap alatt kikerülnének egészségesen. Úgyhogy csak ajánlani tudom, hogy te is csináld. Ennyi volt a mostani gyakorlat. Sziasztok!